Sziasztok! Egy számomra nagyon kedves ételnek az elkészítését hoztam most el nektek, méghozzá azzal a célzattal, hogy bemutassak egy igazi húsvéti ételt, pontosabban egy húsvéti menüt, mert el fogom készíteni magát a húsit, el fogom készíteni hozzá a köretet, és készítek hozzá egy nagyon-nagyon finom salátát. Lássuk! Ez nem más, mint a porketta. És ezt a porkettát ebből a gyönyörű, szép dagadóból fogom elkészíteni. Az első dolog, hogy ebből a dagadóból sebészi pontossággal elkészítsek egy feltekerhető húsit. A szempont, hogy úgy alakítsam át ezt a húst, hogy ahol túlzottan vastag, ott megfelelő méretre vágjam fel, illetve ahol nincs, de szükséges lenne, hogy legyen a betöltéséhez, oda pedig valamilyen módon megoldjam. Az tény, hogy itt van egy kicsi luk, de semmi gond, ezzel a kis darabbal így kifoltozom, és ez így rendben is van. Először só, aztán bors, és ebbe így bele fogom tenni a hormázott húsit. Tehát az az oldal már sózott és borsozott, ezt is megsózom, ezt is megborsozom, és most jön az, amitől egy igazán olasz. Meglocsolom vörös borral, és egy kevés extra szűz olívaolaj. Ez pont arra szükséges, hogy pácolódjon nekünk minimum itt egy fél órát. Ezeket a húsikat szedtem le a dagadóról, olyan részekről, amiket vastagnak találtam ahhoz, hogy be tudjuk göngyölni. Ezt most fogom, és vékony metéltre fogom vágni, ahelyett, hogy megdarálnám. Ennek alapvetően kettő oka van, az egyik, hogy nem kell előkapni egy darálót, meg majd a végén elmosni, illetve ezek a nagyon vékonyra szeletelt húsik majd a kész sültünket jobban összefogják a végén tartani. Miután ez egy húsvéti étel, ebben benne van a megújulás, a bőség, a gazdagság, az elegancia, és nem utolsó sorban rengeteg friss fűszer, növény. Teszek bele friss oregánót, zsáját, teszek bele kakukkfüvet, teszek bele bazsalikomot, rozmaringot, és persze a végén majd viszonylag sok petrezselymet. Ezeket először le kell szednem a száráról, és akkor ezt így összevágom. Már amikor vágom, csodálatos illatok vannak, amit majd a sültünkbe fogunk érezni. Legalább ennyi petruskát beleteszünk, aminek mehet nyugodtan a szára. Megvágtam ezt a nem kevés zöld fűszert, és azt így beleteszem most a húsiba. És persze nincs még vége, mert vágok hozzá egy kis újhagymát, meg fokhagymát. Jön még bele egy kicsi só, meg egy kicsi bors, és összekeverem. Ez úgy általában a többi ételeknek a készítéséhez képest, ez elég furi, mert itt nagyon kicsi húshoz nagyon sok zöld fűszer teszek, de hát ez egy olasz étel. Csodálatos a húsink, érdemes megnézni. Itt van rajta, még gyöngyözik rajta az olívaolaj, meg a vörösbor, és hogy ezek a finom ízanyagok ne tűnjenek el, fogok rászórni egy kis morzsát, illetve praktikusan inkább belereszelem. Ugye látjuk, hogy a morzsa felszívta az olívaolajat meg a vörösbort, és jöhet a töltelék. Ez pedig így, ahogy van, itt szétterítem, és úgy fogom szétteríteni, hogy inkább középen legyen, és itt a legszélén, meg itt az induló tekerésnél ne legyen, hogy tapadjon majd egymáshoz a húsi. Kettő dolog hiányzik még erről a gyönyörűségről. Megszórom egy kicsit zselatinnal, ami nagyon-nagyon jótékony lesz melegen is, meg hidegen is, illetve hát miután húsvét van, teszek rá egy kis tojást. Jön a zselatin, az úgy kerüljön mindenhova, és tulajdonképpen nem tudunk belőle sokat tenni, mert amikor készül az étel, a húsnedvekkel ez keveredik, és nagyon-nagyon jó hatással lesz majd a kész ételünkre. Jön a tojás, középre, és akkor most jön az igazi nagy jelenet, a feltekerés, ami így kezdődik. Így magamhoz húzom, csodálatos, és természetesen össze kell kötözni, hogy a sütés alkalmával tartsa a formáját, ne essen szét, meg egyébként is nagyon jól fog kinézni tőle. Az utolsó csomó is elkészült a húsi betöltve. A tepsibe be fogok készíteni hagymát, paszternákot, erre fogom majd rátenni a betekert húst, és így fogom megsütni. Egy marék paradicsom, teszek alá egy kis paprikát, ettől nagyon finom illata lesz, és jön a húsi. Természetesen meglocsolom egy kis olívaolajjal, meg vörösborral, meg még teszek alá egy pici vizet. Ez nincs egy deci,
kevés vízben kikeverek egy tejáskanál paradicsompürét, ezzel becsetelem a húst, majd amikor megvagyok, akkor eszerek rá egy kicsi citromhéjat. És most letakarom fóliával. És ezt így, ahogy van, egy előmelegített 160 fokos sütőbe beteszem másfél órára. Amíg sül a húsi, elkészítem a köretet, ami nem más, mint héjában sült burgonya gyökérzöldségekkel. Lássuk! Itt az első gyökérzöldség, ez paszternák, ez fehér gyökér, imádom, sülve, sárgarépa, egy kicsi vöröshagyma, az elmaradhatatlan fokhagyma, pici paprika, paradicsom, só, és persze bőséges olívaolaj. És egy pici bors, ezt így összekeverem. Mehet rá a burgonya. Letakarom fóliával, mert egy darabig fólia alatt fogom sütni, most pedig viszem megsütni. Csodás illatok vannak, másfél órát sült, 160 fokon, mint ahogy említettem. Így néz ki, szerintem gyönyörű. Erre már nincs is szükség, mert egy kicsikét megkenegetem, megemelem a sütőhőmérsékletét 200 fokra, és csak azért, hogy egy pici karamell színe legyen a felületnek, bent hagyom egy 10 percet. Szerintem a húsi álom szép, nézzük meg, imádnivaló, komolyan mondom. Ami még hátra van, elkészítünk egy salátát, illetve elkészítünk majd egy kis szaktot ehhez a húsihoz. Legelőször elkészítem a saláta ecetet. Ez egy ilyen klasszik saláta ecet, ami jó az uborkához, meg ehhez, meg a fejes salátához, meg mindenhez jó. Ez 1 liter víz, ehhez adok egy evőkanál sót, adok hozzá porcukrot, konkrétan 3 evőkanállal, illetve adok hozzá saláta ecetet, ez konkrétan 20%-os saláta ecet, tehát ezt majd vegyük figyelembe, ez pedig 1 evőkanállal. Az egészet így összekeverem, és át is teszem ebbe a tálba. Friss fejes salátából fogok készíteni egy kék sajtos dresszinget, amit most el is kezdek. Először lereszelem hozzá a sajtot, és adok hozzá egy pici citromot. Fogok hozzá az új hagymát, úgyhogy mindent belevágok, a zöldet is, meg a fehér részét is. Egy kicsi lila hagymát is adok hozzá. Teszek bele egy pici paprikát. Ezt már viszont igyekszem minél vékonyabbra vágni, illetve kisebbre. Zúzok bele fokhagymát. Én mondjuk nem keveset, mert imádom, ezt mindenki döntse el ízlése szerint. Teszek bele olívaolajat, illetve teszek bele tejfölt. Teszek hozzá egy pici saláta ecetet, hogy krémesebbre tudjuk keverni. Ne hagyjuk ki a sót sem, mert természetesen egy pici borsot én szívesen teszek bele. Én úgy érzem, hogy jól állna neki még egy kis savasság, úgyhogy teszek bele egy pici citromlevet. Tulajdonképpen kész van a saláta ecet, a dressing, Emi gyönyörűen elmosta nekem a salátát. A salátát így megvágom. Kapnak egy ilyen kis ecetes wellness-t. Majd kinyomom egy kicsikét. És ide szépen így kirakom. Szerintem ez így is álom szép, egyszerűen bele kellene harapni, de még nincs vége. Fogok egy kis olívaolajat, tényleg nem sokat, csak hát ez a sali olívaolaj nélkül nem olyan. Elkezdem a kis dressing kupacomat kiosztogatni a saláták között. És még mindig nincs vége, még mindig tudjuk fokozni, hogy álom szép legyen. Elkezdek így tojásokat ráreszelgetni, hát mégiscsak húsvét van. Sőt, még mindig nincs vége, zöld újhagymából ilyen finom vagdalékot készítek, és rá fogom szórni a tetejére. Viszont ezzel tényleg vége van. Tulajdonképpen majdnem mindennel megvagyunk, ezt a húsit innen kiveszem, és leszűröm azt a szaftot, amibe készült, amiből egy nagyon finom, bazsalikomos mártást fogok készíteni. Ennek a mártás készítésnek az a lényege, hogy miután leöntöttem a szaftot, kipárolom belőle a folyadékot, teszek bele paradicsompürét,
paradicsompürét addig pirítom benne, míg megváltozik a színe, az illata, a karaktere. Pici borsot, meg egy kicsi fokhagymát még teszek bele, és nagyjából meg is vagyok. Megy bele kb. 1 deci víz, amivel kiforralom, és elkeverem. Keményítőből egy pici víz hozzáadásával készítik hozzá egy kis sűrítőt. Ez el is készült, tulajdonképpen le is kapcsoltam, most pedig vágok bele egy kis bazsalikomot. Tulajdonképpen minden elkészült, már csak tálalni kell. Kiszedek egy adag salátát, köretünk kész, a hús megsült, illetve hűlt is annyit, hogy tudom szeletelni, le fogom róla vagdosni azokat a kötözőket, amik most nekem útban vannak, és megtálalom készre. Én azt gondolom, hogy így egy gyönyörű szép ételt fogunk tudni felkínálni, aki elkészíti annak jó játékot, szép ünnepeket. Sziasztok! A húsvéti receptek támogatója az Electrolux.